Május 1-e hivatalosan a wellness turizmus nyári idény kezdetét is jelenti. Magyarország délkeleti részén Orosháza központjától 3 kilométerre, természetvédelmi területen gyopáros fürdő várja vendégeket. Egy korabeli legenda szerint Babály Gyurka és Vajda Bandi, a hírhedt alföldi betyárok a csodató áldott hatásának köszönhették lovaik gyorsaságát. Az viszont tény, hogy mire László Elek, Orosháza gyopárhalma körorvosa 1869-ben elemeztette a tóvízinek ásványanyag tartalmát, addigra 4 vármegye csúzos és köszvényes betegei használták a gyopáros tóvízinek és iszapjának gyógyító erejét. Gyopáros fürdő életében azóta sok változás történt. A gyógyfürdő 1999. januárjában kapott A-kategóriás, országos jelentőségű minősítést. Közel 3000 négyzetméteren elterülő élményfürdő és sauna park komplexum várja a kikapcsolódni vágyó vendégeket. A parkfürdőt a Magyar Fürdőszövetség 2008. májusában jutalmazta 4 csillaggal, a legmagasabb minősítéssel. A gyopáros fürdő egy egyedi és sajátos természeti környezetben helyezkedik el, hiszen egy 10 hektáros hatalmas nagy parkban egy természetes tórendszer partján található maga a fürdő, és magát a fürdőt egy 20 hektáros őspark teszi körbe. Május 1-től folyamatos rendezvényekkel gazdagodik a gyopáros fürdő kínálata. Hagyománnyá vált az európai kenyérünnep, de szinte mindennaposak a gyermekbulik és neves előadó művészek szereplései. És közel van. Szinte a Gangunk előtt.